Két család karácsonyát tette boldogabbá a Csengély Dénes Kulturális Központ jótékonysági sütemény vásárának bevétele. Az összefogáshoz csatlakoztak az Őszikék, az Atomerőműves, a Konzervgyári, a Dunakömlődi és a Városi Nyugdíjas Klubok, illetve a Segítők Háza. A felajánlást Nyesev Józsefnének és Novák Juditnak közösen adták át az intézmények képviselői. Jó néhány tálca süteménnyel egy pavilonban foglaltuk el a helyünket, és 50 és 100 forintos egységárakon árusítottuk a süteményeket. Elképesztően nagy mennyiségű süteménynél 130 ezer forint gyűlt össze, amelyet most ezen a mai napon, a karácsony előtti utolsó napok egyikén adtunk át annak a két rászoruló családnak, amelyeket az önkormányzat szociális osztályának vezetőjétől tudtunk meg, hogy olyan helyzetben vannak, hogy ide biztosan jó helyre kerül az összegyűjtött pénzösszeg. Én nagyon örültem neki, sőt először első ért engem telefonon a Badicsné, és akkor az anyosomat hívta fel, és ő mondta, hogy valamit nyertünk, és hát vártam ugye a hívást, mert nagyon örültem neki, teljesen el voltam, és akkor nem hívtak, akkor meg ugye nem tudtam, hogy most mi van, aztán jött egy telefon, és akkor még jobban izgatott lettem, úgyhogy már kíváncsi voltam nagyon. A Kulturális Központ és a Városi Nyugdíjas Klubok között a jótékonysági akció ideje alatt olyan jó kapcsolat alakult ki, hogy az intézmény adventi rendezvényeibe is bekapcsolódtak. A nyugdíjasok hol pogácsát sütöttek, hol pedig mesét mondtak a gyermekeknek. Segítségükre a jövőben is számítanak a Csengély Központ munkatársai. Ők azok, akikre mindig lehet számítani azokon a civileken kívül, akik egyébként itt a házban működnek, de ezzel a korosztályon mi nagyon megtaláltuk hangot, és például Becker Julika kifejezetten sértésnek venné, ha ezentúl nem vennénk igénybe a segítségüket. Jövőre pedig egy nyugdíjas klub ötlete alapján megszervezzük az első városi nyugdíjas sportnapot is, tehát semmiképpen nem fog elmaradni az együttműködés, és nem csak kulturális és jótékonyság értelemben, hanem megkeressük a többi felületét is az életnek, ahol együtt tudunk gondolkodni és dolgozni.